fact that composers, writers, many artists, movie directors were expelled from their jobs by Nazism. This project is based on the revival of composers and work and works, mostly Jewish, that disappeared from the European culture because of the policies of both totalitarians and especially Nazism. Még egy kis figyelmet, tényleg nem sokáig kérjük a türelmüket, még 2 perc körülbelül, amíg a karmester úr elmondja a gondolatait a koncerttel, illetve a kiállítással kapcsolatban. Az elnémított hangok elnevezésű projekt azokat a főként zsidó zeneszerzőket és munkáikat eleveníti fel, akik eltűntek az európai kultúrákból a totalitárius diktatúrák, elsősorban a nácizmus pusztítása miatt. Deportálták, megölték vagy elüldözték őket, és ez utóbbi a számüzetés elérte, hogy töröljék őket az emberek emlékezetéből. By deporting, murdering or forcing these creators into exile, Nazism has so far succeeded to eradicate their memory from the people's consciousness. One has to remember the considerable role played in the European world by Jewish artists at the turn of the 20th century, who had for many of them fulfilled the project of Moses Mendelssohn, the great philosopher of the Age of the Enlightenment, who urged his fellow co-religionists into integrating the society they were living in. This movement reached its peak between the two world wars and was put an end by the Shoah. Emlékeznünk kell arra a jelentős szerepre, amelyet a zsidó zeneszerzők a 20. század fordulóján az európai kulturális életben játszottak. Ők azok, akik beteljesítették a felvilágosodáskori nagy filozófus Mózes Mendelssohn tervét, aki arra ösztönözte híveit, hogy integrálódjanak abba a társadalomba, amelyben éltek. Ez a mozgalom a két világháború között érte el a csúcspontját, és a Shoah vetett neki véget. The story of these composers is not only the one of the Jewish people, it addresses the integrity of European culture as a whole, which is still today like amputated of its most valuable treasures. Ezeknek a zeneszerzőknek a története nem csupán a zsidó emberek élettörténete, hanem az egész európai kultúrához szólnak, amely még mindig szenved attól, hogy a legértékesebb kincseit kihasították belőle. Performing these composers is then not only a duty of remembrance, but also a way to bridge the gap left by Nazism and to contribute to rebuilding Europe's identity. We've heard the voices today, and now I would like to make a short comment, a few comments on the exhibition which are along the walls here. Ezeket a zeneszerzőket játszani, illetve ezeket a műveket megjeleníteni nem csupán az emlékezés miatt fontos feladat, hanem betölti azt az űrt is, amit a nácizmus hagyott maga után, és hozzájárul az európai identitás újjáépítéséhez. Hallhattuk most már az ő hangjukat, és most még néhány gondolatot megosztana az itt szereplő és kiállított művészekkel kapcsolatban. I'm coming from France. Franciaországból jöttem. In France we have a large Jewish community that is every day threatened by or attacked or as is victim of antisemitism. Franciaországból jöttem, ahol egy erőteljes zsidó közösség van, de folyamatosan támadások alatt és antiszemita emberek gyűrűjében. I'm not saying that all the French population is antisemite. Nem azt mondom, hogy az egész francia társadalom antiszemita volna. But the phenomenon still exists after what we have known 80 years ago. De a jelenség még mindig fennáll és él, annak ellenére, hogy tudjuk, mi történt 80 éve, 70 éve. So this project, which is based on music, of course, and in rediscovering music that was really eradicated, as I said, from the surface of the earth by Nazism. Tehát ez a projekt azért is jött létre, hogy felszínre hozza azokat a műveket, illetve szerzőket, akiket eltörölt a nácizmus a földszínéről. Is also a tool for remembrance and for teaching our children and the younger generations about Holocaust or Shoah. Ez a legjobb eszköz talán arra, hogy emlékezzünk és hogy megtanítsuk a gyermekeinknek is az emlékezést a Shoah-ra.
That's why, along with the concerts we do all around Europe, we have also exhibitions that explain the phenomenon of concentration system in the Nazi period through music. Tehát mi, amikor turnézunk Európában, nem csak koncertet adunk, hanem egy kiállítást is rendezünk, hogy még inkább fókuszáljuk a figyelmet ezeknek a szerzőknek az életére, akiket eltűntek. It helps teachers, for instance, who want to speak about Shoah, to explain, for instance, the role of music helps teachers to simply describe what the camp or the ghetto system or all the contemporary system created by Nazism, how it was built and created. Tehát a zene is egy fantasztikus eszköz az emlékezésre, illetve a tanároknak arra ad lehetőséget, hogy elmagyarázza az ifjú generációnak, hogy valójában mi is történt a haláltáborokban. In ghettos, in camps, extermination camps also, music has often been the last link to humanity. A gettókban és a haláltáborokban, a megsemmisítő táborokban is a zene volt az utolsó kapcsolat az élettel és az emberiséggel. And at the time when the survivors are now progressively disappearing, we need new tools to transmit the story of Shoah. És most, hogy egyre kevesebben maradnak folyamatosan a holokauszt túlélői, új eszközökre van szükségünk, hogy megemlékezzünk a Shoah-ról. We simply hope that our simple and very modest participation to this really great, great, great cause will be of some help. Nagyon reméljük, hogy a mi szerény, ám lelkes közreműködésünk segít ebben az emlékezésben. I thank you for your attention. Köszönjük a figyelmet, és megnyitjuk a kiállítást.